Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntölek benneteket, kedves gyerekek, szüleitekkel együtt, barátaitokkal együtt, Pünkösd ünnepén. Ez egy nagyon nagy ünnep, a kereszténység egyik nagy ünnepe, a Szentléleknek a kiáradása, megjelenése hatalmas erővel. Erről a Pünkösd napjáról fogunk beszélgetni. Jézus Krisztus, tudjátok, az Úr keresztre feszítetett, emberek felemelték a gonosz kezüket rá, ütötték őt ostorral, leköpték őt, tövis koronát tettek a fejére, és végül rászegezték egy nagy-nagy, gyalulatlan keresztfára, nagy szögekkel oda szögezték az Urat, a kezét, a lábát. Mivel tövis korona volt a fején, hullott a vér a homlokából, és olyan szomorú látvány volt ez. Még mellette más két férfit is kivégeztek, de a fény, a szeretet, a békesség a Krisztus keresztjéről áradt. Aztán eltemették Jézust, és a harmadik napon feltámadt. Isten, az Atya feltámasztotta őt. És ez egy hatalmas dolog volt, ilyet hallani, hogy egy halott feltámad 3 nap múlva. Ez egy nagyon csodálatos dolog volt, és ez a feltámadott Krisztus ott volt az Úr a feltámadása után, 40 napig körülvették a tanítványai, és azok, akik nagyon szorosan hozzátartoztak, tehát még az Úr 40 napig itt volt a földön, és sokszor megjelent a tanítványainak. Ő nagy dolgokat tett ez alatt a 40 nap alatt is, és ígérte nekik, hogy ha ő felmegy a mennybe, hogy elküldi hozzájuk a Szent Lelket. Tehát Jézus mennybe menetele is egy csodálatos volt, egy hegyről ment fel az Úr a mennybe, ott körülvették a tanítványai, az Úr felemelte a kezét, és megáldotta a tanítványokat, és akkor emlékeztette őket, hogy ő most elmegy, de egy másik vigasztalót fog küldeni, a Szent Lelket. A Szent Lélek nagyon nehezen meghatározható, mert még Jézus Krisztusról tudta képeket készíteni, rajzokat, festményeket, de a Szentlélek egy láthatatlan hatalom, vagyis Isten maga. Mi keresztények úgy hisszük, hogy Isten az Atya, aki teremtette a világot, Isten a Fiú, aki a Golgotán meghalt a bűneinkért, és megváltott minket, és Isten a Szentlélek, mert Isten egy csodálatos lény. És azt az ígéretet mondta az Úr a tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, és amikor megjelenik a Szentlélek, akkor mindnyájan itt belül a szívükbe.
itt a szívüket eltöltve erőt kapnak. A Szentlélek bennük fog lakozni, nem csak úgy kívülről támogatja őket, nem csak úgy kívülről segít őket, hanem bennük fog lakozni. Erőt kapnak, és ne gondoljátok, gyerekek, hogy arra adja az Úr az erőt, hogy amikor birkozunk, vagy verekszünk, és az izmainkat motogatjuk, hogy akkor van velünk a Szentlélek. A Szentlélek egészen más módon a veszekedésre, birkozásra, meg hasonló ilyen gyerekes dolgokra az Úr nem adja az ő szent lelkét, de arra, hogy szeressünk, arra, hogy békésen éljünk, akkor, hogy eltűrjük másoknak a rossz megjegyzéseit, ahhoz bőségesen ad erőt a Szentlélek. A tanítványok, miután Jézus elment a mennybe, egy nagy felhő takart el őt a tanítványai elől, és egy angyal állt meg ott a tanítványok mellett, és azt mondta, hogy ahogy láttátok a mennybe menni a Krisztust, úgy látjátok majd visszajönni, de mielőtt visszajönne, kiárasztja a szent lelkét. És a tanítványok akkor, hát mit tegyenek? Most már nincs velük az Úr, már a 40 nap után már az Úrral nem találkoztak olyan módon, ahogy hát 40 napon át találkoztak, hogy látták őt, csodálták őt. És akkor visszavonultak a tanítványok, az Úrnak a tisztelői, sokan, hát körülbelül olyan 120 ember volt együtt. És volt ott Jeruzsálemben egy ház, elég nagy ház volt, biztosan, hogy jómódú gazdag ember építette azt a házat, és hát oda befért legalább 100 vagy 120 ember, oda befért, és ott le tudtak ülni, és elhatározták, hogy most már minden idejüket, minden erejüket arra fordítják, hogy imádkoznak, hogy készítik a szívüket arra, hogyha megérkezik a Szentlélek, ha kiárad a Szentlélek, hogy a szívükben legyen hely, ahova be tudja mindenki fogadni az Urat. És akkor tehát egy nagy szobában, egy ilyen emeleti magasságban lévő szobában gyűltek össze, és imádkoztak, hogy Uram, küldd el a te szent lelkedet, és a vigasztalót, a segítőt, aki velünk lesz, aki tanácsot ad nekünk. És ez egy nagyon buzgó, imádkozó közösség volt. Ott imádkoztak nénik, imádkoztak bácsik, ott imádkoztak gyerekek, imádkoztak rabszolgák. Ott volt köztük Jézus anyja is, akit Máriának hívtak. Ő is imádkozott, hogy jöjjön el a Szentlélek, amit az Úr Jézus Krisztus megígért, vagyis, hogy elküldi a csodálatos szent lelket, aki nagy erővel munkálkodik. És ahogy imádkoztak, teltek a napok, egyre jobban átitatódott a lelkük az Úr szeretetével. Egyre boldogabbak lettek, és olyan különös, jó, örömteli érzéseik voltak, ott voltak
ez 120 ember, képzeljétek el, kitartóan imádkoztak, hogy jöjjön el a vigasztaló, és képzeljétek csak el, hirtelen az egyik napon hatalmas szélzúgást hallottak. Nagy volt a szélzúgás, biztos ti is láttátok már, amikor hajladoznak a fák, jobbra, balra, előre, hátra, a levelek is mozognak a fán, és van, amikor olyan erős a vihar, hogy még derékba is törik a fa, leesik a fának a koronája a földre. Hát fújt a szél, mint hogyha a szél fújt volna. Nagy zúgást hallottak, és az egyik gyerek, aki mindig szokott leskelődni, kinézett az ablakon, felkapaszkodott, és kinézett az ablakon, és látta, hogy hajladoznak a fák, hogy nagyon erős szélzúgás van. És ti mit éreztetek akkor, amikor nagy erős szélfúvás volt, amikor vihar volt, amikor csapkodott a villám, esett az eső? Hát az ugye egy különös élmény, amikor az embernek ilyen érzései vannak, hogy cikázik a villám, és mendörgés, a kutyák ilyenkor félnek, és hát az emberek is egy kicsit meg vannak szeppenve. Tehát zúgott a szél, de rájöttek arra, hogy ez igazából nem az a fizikai szél, ami szokott lenni a vihar idején, hanem ez egy másfajta, ez a Szentlélek Isten. A Szentlélek Isten, mint egy szél formájában, zúgó szélként jelent meg. Ekkor mindenki ült a padlón, és mindenkinek be volt csukva a szeme. Úgy imádkoztak, hogy csak az Úr Jézus Krisztusra figyeltek, be volt csukva mindenkinek a szeme, hallották a zúgást, és egyszer kinyitották a szemüket, látták, hogy tüzes nyelvek szállnak le. Tüzes nyelvek szállnak le mindenkire. János apostolra, Péter apostolra, András apostolra, Tamás apostolra, Súrra jönnek az apostolok, Taddeus, és hát különböző tanítványai voltak még Jézusnak, és tüzes nyelvek szálltak le. Fény volt azt a fenti szobát, a padlás szobát, ahol egybe gyűltek. Félelem töltötte be őket, és ott ültek. A fényesség áthatotta az egész szobát. Féltek, és örültek. Azt mondták, eljött a Szentlélek. Eljött a Szentlélek. És akinek nyitva volt a szíve, oda beáradt a Szentlélek, és csordultig megtöltötte. Nagyon boldogok voltak, akiknek a szívébe beáradt a Szentlélek. A szeretet és az öröm áthatotta őket. Ez egy csodálatos érzés volt, mert amikor Isten közelébe jutunk, amikor Isten a szívünket megérinti, és a Szentlélek
bennünk elkezd munkálkodni a gondolkodásunkba, hogy nagy öröm tölt el bennünket. A fejük fölött ott lebegtek a tüzes nyelvek, kilátott ilyet, és ezek az emberek imádkoztak. Egyre buzgóbban imádkoztak. Örömmel imádkoztak. És azt vették észre, hogy hát, Uram Isten, nem is tudom, mi történt. Azt vették észre, hogy hát ők ugyan nem tanultak nyelvet, nem jártak nyelvórára, se angol órára, se francia órára, se török órára, se spanyol órára. Nem. Ők egyszerű emberek voltak. És azt vették észre, hogy a Szentlélek birtokba veszi az ajkukat, a gondolatokat, és hogy ők Istenről csodálatos dolgokat mondanak idegen nyelven. És ekkor lejöttek az emeleti szobából, és kimentek az utcára, és imádkoztak. Péter pedig felemelte a szavát, és ő is prédikált, és épp akkor nagy ünnepnap volt, pünkösd aratási ünnep volt, és a világ minden tájáról eljöttek ilyenkor Jeruzsálembe, Szilíciától kezdve Pamfíliától, mindenhonnan, messze földekről eljöttek az emberek az ilyen nagy ünnepre, és épp egy nagy tömeg volt, és csodálkoztak, mert az egyik apostol ilyen nyelven beszélt, a másik egy más nyelven, Péter is, és mindenki értette. És csodálkoztak, hogy a mi nyelvünkön beszélnek hozzá, képzeljétek el. Ezek a tudatlan emberek, akik az arám nyelven kívül, amelybe beleszülettek, ami az anyanyelvük volt, más nem tudtak. És a Szentlélek által tudtak, képesek voltak csodálatos dolgokat mondani, és a Bibliában ez van, hogy mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amit értettek a hallgatók, és megdobogtatta a szívüket, és ezután elkezdett Péter beszélni nekik, hogy ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek az Úr Jézus Krisztus, de ő feltámadott, és elküldte az ő szent lelkét, aki a ti szívetekhez szól, a ti saját nyelveteken. Dicsőség Istennek! Eljött pünkösd! Az Úr velünk, a Szentlélek Isten velünk, aki hatalmas erővel minden napon segít bennünket. Hát ez történt pünkösd napján. Isten elküldte az ő szent lelkét, kiárasztotta, betöltötte a tanítványok szívét.